Áldás békesség, a Magyarországi Református Egyház Hiszed vagy sem című műsorát látjátok. A mai alkalommal három kérdést fogunk megválaszolni, szokásunkhoz híven. Lássuk is az elsőt. Milyen korúként támadunk fel, és hogyan képzeljük el a családi viszonyokat? Nem tudjuk pontosan, hogy milyen életkoruként, de felismerhetően fogunk feltámadni. Amikor Jézus a feltámadásról beszél, nem véletlenül mondja, hogy Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Arra utal, hogy saját életünk lesz a mai világ után is. Amikor a feltámadásról beszélünk, akkor a prototípusra kell néznünk, aki Jézus Krisztus. Ő felismerhető, de mégsem ismerik fel minden helyzetben. Eszik, mint mi, és közben átmegy az ajtón. Jézus arról beszél, hogy a családi kapcsolatok nem számítanak majd, bár felismerhető Jézus a szerettei számára, mégsem fognak számítani ezek a kapcsolataink, hiszen Isten tökéletes szeretetébe illeszkedünk bele, és ezen a tökéletes szereteten keresztül fogunk egymásra nézni. Ezért nem a mi egymással való kapcsolatunk, hanem az Istennel való kapcsolatunk az elsődleges, amikor majd ott leszünk. Mitől református egy templom? A református templomban Isten igéje van a középpontban. Kívül a tornyon vagy csillag vagy kakas található, belül pedig az úrasztala és a szószék van középen. Van sajátos református templomépítészet, mely leginkább a belső elrendezésen érhető tetten. A belső úgy van berendezve, mint ahogy a hitünk is. Isten igéje van a középpontban. Ennek jelképes megnyilvánulása szokott lenni, hogy az úrasztalán van egy szép, nyitott Biblia. Amikor egy középkori templom vált reformátussá, akkor is a belső berendezést úgy alakították át, hogy az Isten igéje legyen a középpontban. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden református templom így van kialakítva, de minden református templomban valahogyan a figyelem középpontjában az ige van. Milyen etikai kérdéseket kell figyelembe venni, amikor munkát vállalunk? Amikor munkahelyet váltunk, érdemes megvizsgálni az új helyet a hit szempontjából is. Értékeset hozok létre a munkámmal? Segítem az embereket? Beleilleszkedek a Teremtő Istennek a szolgálatába? Egy kedves történet egy gyülekezeti tagunkkal történt, aki választhatott, hogy egy kicsit magasabb fizetésért egy dohánygyárba, vagy kevesebbért egy gyógyszergyárban helyezkedik el. Ő az utóbbit választotta. Egyrészt olyan terméket, szolgáltatást állít elő az új munkahelyem, ami beleilleszkedik az én erkölcsi értékembe. Például rendesen bejelenti-e az alkalmazottakat, nem jár el törvénytelenül, és még sorolhatnánk. A cég, ha nem is tud ugyanolyan értékrenden lenni, mint mi, vagy mint amit Isten úgy érzünk, hogy a szívünkre helyezett, de vajon nem ellentétes-e ezzel? Ha már bent vagyok, ha már fölvettek a munkába, akkor pedig érdemes elgondolkozni azon, hogy látszik-e rajtam, hogy keresztjén vagyok. A türelmemen, a hozzáállásomon, a másokhoz való viszonyomon, a munkatársamhoz való odafordulásomban, és ne kerüljük meg a hitvalló helyzeteket sem. Amikor Istenről tudok, és jó is beszélni, akkor beszéljünk is róla. Amen. Köszönöm figyelmeteket, továbbra is várjuk kérdéseiteket a hiszed vagy sem kukac.református.hu címre. Ennyi volt mára az adás, de jövő héten újabb kérdésekkel és újabb válaszokkal jelentkezünk. Áldás békesség!